Zemplén nagyobb városainak, településeinek legkiemelkedőbb kulturális eseménye a Zempléni Fesztivál, amelynek negyedévszázados fejlődése szerencsésen egybeesett a vidék fellendülésével. Az idei 26. programsorozatban Sátoraljaújhely is kiveszi a részét, 5 programot kínálnak itt a szervezők. Bátran mondhatjuk, hogy a Zempléni Fesztivál a legnagyobb és a leghosszabb fesztivál programja immár 26 éve Zemplénnek, Rokahegyaljának, és itt illik megköszönni mindenkinek, aki annak idején elindította a Zempléni Fesztivált, a jelenlegi igazgatóknak, Túrjáni Miklósnak, Hollerum Gábor úrnak, akik nagyobb részt viszik a hátukon ezt a programsorozatot. Augusztus 11 és 19-e között zajló programsorozat főhelyszíne idén is Sárospatak lesz, ahol nyitó és záró koncertek mellett jazz, színházi produkciók, számos zenei esemény is látogatható. Idén a Képtár és a Művelődésháza közös munkájának eredményeképpen képzőművészetek és kiállítások terén is erősítenek. 4 zempléni városban a fesztivál első 2 napján gyakorlatilag kortárs kiállítás nyílik, és hát hagyományosan az egyik az Ebzámbó István és Sárospatakon a nyitókoncert előtt az Új Bástyában veszik kezdetét, majd pedig szombat délután a már hagyományos megérthető zene után kerül sor a Művelődésházában egy kiállításra. Sztárok és szuperprodukciók sem hiányozhatnak az idei kínálatból. Malek Andrea, Miklós Erika és 2 egész estés produkció kínál különleges élményt. A minisztérium és a Nemzeti Kulturális Alap, valamint az önkormányzatok mellett cégek, vállalkozások is támogatást nyújtottak a fesztivál megszervezéséhez. Mi mindent megteszünk ezért, már az elődeink is, valljuk be, 12 év elteltével úgy adták át a stafétabotot, hogy nagyon magasra volt téve művészileg és szakmailag a mérce. Ennek mi próbálunk azóta is mindig megfelelni, illetve hát a saját elvárásainknak, meg a közönség visszajelzései alapján is alakítgatjuk a programot. Hollerum Gábor művészeti vezető idén sem hagyta meg a produkció nélkül a zempléni fesztiválozókat, az Abba Szimfonik előkészületeiről is szóltak a sajtótájékoztatón. Igyekszünk látványt is teremteni. Egy picit talán hasonlítani fog a John Williams showhoz, amit tavaly csináltunk. Nyilván az a különbség, hogy itt most abbára építjük, és nem titkoltan ezt egy nagy produkciónak szánjuk, azért meg lesz a sportcsarnokban, és majd Budapesten, októberben, de hát annál izgalmasabb mindnyájunk számára, hogy ez most itt Tokajba fog legelőször megszólalni ez a produkció. A programokat idén is kíséri gasztronómia, számos kiránduló koncert kiegészítő programja lesz a bor és az ételkóstolás.